Melegvizes medencével, masszázsszalonnal, a la carte étteremmel várja vendégeit Párizsban egy Ebb Hotel. A kutyák luxus körülmények között élvezkedhetnek, szobáikban TV is van, DVD és filmkészlettel, többek között a 101 kis kutyával. Sétálni a közeli erdőbe viszik őket, de a szálloda konditermében is sportolhatnak. Írtam a hír mellé, hajós. Igen. Mesél, de milyen egy futópad, ha leszarják. A hajósnak a Szent István parkba kellene egy ilyen kutya wellness építene. Ne is mondd, mert most végre békesség van. Mi? Most nem is nyitom ki a számot, mert nem akar, már meg akartak lincselni a kutyások. Tényleg? Az újságban is megjelent, hogy én betiltatom a kutyafuttatót, ami egyébként nem kutyafuttató, de mindegy. De most nagy közös összefogás van, nem kutyások, kutyások, meg néhány kutya. És te a macskás. Mert egyébként János, te mondod mindig, és most megláttam, hogy igazad van, hogy némelyik kutya értelmesebb az embernél. És akkor összefogás van, és a főkert, és a 13. kerület, és a főváros, akkor fogunk építetni nekik egy rendes kutyafuttatót. De lesz benne melegvizes medence, hát azt azért már nem szavaznám meg. Miért? Az adófizetők pénzéből. Azért olyan is elhangzott, hogy van ott 500 méter egy másik kutyafuttató, és oda miért nem oda hordják? És akkor azt mondta az egyik gazda, nem tudom, az este olyan sötét. Akkor egy picit úgy azt éreztem, hogy úgy valami kis adrenalin úgy keletkezik bennem, de nagyon visszafogott. Mire mondtad, vegye világos kutyát? Vagy egy fehér szemüveget, és akkor látod. Én most az imidzsem véget, meg hogy segítsük az ügyet, én most nem nyilatkozom erről a f***ságról. De mi az, hogy a la carte étterem? Hát, hogy annyit eszik, mert amennyit akar. Jó, annyit a kutya rendben. De a kutya hogy rendben? Hogy a gazdagság azt fogja jelenteni, hogy a te kutyás Párizsban nyaral. Hát nem. De hogy választja ki? Tehát amikor megkérdezi a pincér, hogy félig vagy háromnegyedesen átsütve, akkor mit mondja? Nem a kutya választja. Megmutatod a kutyának az étlapot. Egyiknél az csak... Az nem kell neki. Az kell, akkor azt mondja. Azon gondolkodtam, hogy és akkor lehet, hogy a tüzelő szukáknak koldog szolgálat. Milyen? Koldog. Köldök, amire tegyen. Nem, hát lehet párt hívni, hát egy luxus hotel kínálatában. Jó, gyerekek, hát ez egy marhaság. De lehet, miért lenne hogy esküvőket tartanak. Miért kell az állatból hülyét csinálni? A gazda hülye, de a kutyát hagyják békén. És ezt nem én mondtam, tisztelt nézőink. De a kutya ragaszkodik hozzám, és nem mondom, de az Ildi, aki elnéz a hajad, és azt mondja, hogy hagyma. De neked van kutyád, Teddy. Mi van? Bezakadt a szó. Azt mondja, ebből lesz nagy hajtépés. Hát kettőtök között érdekes benne. Lassan az egyedüli leszek, aki örülök a szélnek. Ez egy hajszányi túlzás. A fiamnak van kutyája, de én vagyok a nagypapája a kutyának. És mit csinál a kutya? Megnézi az interneten, hogy miért nem akar neki enni? Nem, az az édes, hogy 5 éve van kutyája, és mind alkalommal hozzámegyek, akkor kihozza a kutyát az ajtó elé. Igen, hogy ne harapjon meg oda bent. 5 éve fiatal, hogy az apját megharapja a kutyája. A saját nagypapáját megharapja a kutya? Igen. Milyen kutya? Valamilyen afgán házőrző, nem na tudom. Na ezért, mert nem személy. Afgán házőrző. Afgán a gár? Nem. Tálib, egy tálib van ott. Az afgán házőrző. Érekezett táliber, máliber. De van nem olyan, hogy volt egy Berni pásztor kutyát, az mindenkit beengedett. Nagyon édes volt, csak amikor ment kifelé, valaki... Többen ott vannak még ma is nálunk. 10 éve jöttek, és még mindig. Teddy, nem próbáltad egy postás ruhában még a... Ja. Kérdezett, Teddyék, hogy milyen szar, jönnek az alkotmányai, jönnek a gérdeimek. Fekszerek a postások egymással. Az én unokatesóm akkor jött rá, hogy a kutyával valamit elrontott, amikor a nyaralójuk kertjében valami zajt hallott, és még látta kifele menni a betörőt, aki még lehajolt a kutyához, aki hanyat feküdt és így csinált. Ez egy kicsit így megvakargatta a hasát, és csak aztán ugrott át a kerítésre. Egyszer volt nálunk egy házi buli, egy óriás nauczerünk volt, és egy 3 napos buli volt, és megfordult egy 120 ember. Megittátok azt is. És Ali, az óriás nauczer először még őrizte a házat. Aztán nem tudom ki, valaki megíthatott a pezsgővel, vagy nem tudom, minden este a harmadik nap a kutya
úgy feküdt a házába, hogy fejjel befelé, és nem volt hajlandó kijönni, és napokig nem állt szóba senkivel. Vége. Tudod, mi a furcsa, hogy a kutyád ugyanezt meséli rólad? Hát, de... És ha Nóri aztán így feküdt.